A rendőrség kijárási tilalmat rendelte Sri Lanka fővárosában, Colomboban és környékén egy nappal az ország elnökének és miniszterelnökének lemondását követelő tervezett tüntetés előtt. A gazdasági válság súlyos hiányt okozott az alapvető termékekből, élelmiszerekből, energiahordozókból. Órákkal a kijárási tilalom bejelentés előtt a rendőrség könnygázt és vízágyukat vetett be a tiltakozó tömeg ellen.